Ez a Hírek Plusz a Szolnok Televízió napindító hírműsora december 6-án hétfőn. Köszöntöm nézőinket! Szolnoki és szolnoki kötődésű szakmájukban kiemelkedő sportágokban emberfeletti teljesítményt nyújtó közszolgálatában tevékenykedő szakembereket köszöntöttek csütörtökön az Abanovák Agora kulturális központban. Az ünnepségen Szalai Ferenc polgármester úgy fogalmazott, hálásnak kell lennünk munkájukért, hiszen hivatástudatukkal mindannyian öregbítik Szolnok hírnevét. Az Abanovák Agora kulturális központban rendezett ünnepségen Szalai Ferenc polgármester úgy fogalmazott, hálásnak kell lennünk a munkájukért, hiszen ki a maga módján öregbítette 2021-ben is Szolnok hírnevét. Ezek az apró mozaik darabkák is igen komoly kihatással vannak egy város megítélésére, oktatási, kulturális vagy éppen gazdasági szempontból. Tisztelt kitüntetettek, én tulajdonképpen augusztus 20-a óta várom ezt a napot, mert amikor az augusztus 20-ai elismerések átadása során bárkivel találkoztam, akkor mindig az volt az érzésem, hogy na majd akkor összejövünk. Nagyon nehéz időket élünk, ez a legjobb bizonyíték, vagy egyik bizonyítéka, hogy na azóta, akkor majd mikor tudjuk ezt megtenni. Aztán eljött az október 23, és aztán mégis úgy éreztük, hogy azok az emberek, akik ezen a két jeles napon a teljesítményük okán olyan elismerésben részesültek, amelyek azt gondolom, hogy csak a kiváló teljesítmény után járnak, akkor ha nem is úgy, mint ahogy szoktuk, de egy rövid együttlétre álljunk meg egy pillanatra, mert általában a magyar ember szokása az, hogy dolgozik, és amikor meg kell állni egy pillanatra ünnepelni, az úgy elmarad, és akkor ez halmozódik, úgyhogy én nagyon nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm mindenkit, akivel ma itt együtt állhatunk meg, és megköszönhetjük azt a munkát, amit ez a közösség végzett. Hosszú éveken keresztül képviselőasszony, a megyei vezetés és a városvezetés úgy gondolta, hogy egyszer, egy évben, egy alkalommal jöjjenek össze azok, akikre a legbüszkébbek vagyunk itt a városban, a megyében, és bízunk benne az országban is. Aztán az ismert okok miatt tényleg nem sikerült összeszervezni ezt a lehetőséget, ezt a programot. És miután a városban rengeteg minden történik, és egy ilyen alkalommal azért lehet összegezni is a történéseket úgy, hogy a példaképeken keresztül hogyan lehet levezetni mondjuk azt, hogy jóval kevesebb forrás jut a sportra, és itt Viktorékra nézek, igazából amikor nagyon sok pénz volt benne, kosárlabdában, akkor is eredmény volt, most kevesebb pénzzel, megint nagyon nagy eredmény van. Viktor sajnos már nincsen benne, de hát végülis azt gondolom, hogy jó helyen van most. De hogyha megnézzük mondjuk a gazdaságot, elérte a gazdaság a 19-es év erejét, gyakorlatilag most 2021-ben, jegyzőasszonyok mindenféle kimutatásai alapján a 19-es év adóbevételeinek szintjét elértük. 0,6%-a csökkenés. De ha belegondolunk a szociális ágazatban, az ott dolgozók is hihetetlen munkával, de gondozzák azokat az embereket, akik különféle problémákkal küzdhetnek az életük során, és igenis jó irányt tudnak velük vinni. Legyenek hajléktalanok, legyenek csonkacsaládok, legyenek idősek, legyenek gyerekek. És az ember belegondol, hogy az oktatási rendszerünk, igazgatóra itt ülnek velünk, általános iskolából, középiskolából, a gyerekeink legalább olyan mértékben és mennyiségben kerülnek főiskolára, egyetemre, mint eddig. Hihetetlen munka az, amit tudnak az óvodáink, az általános iskoláink, középiskoláink, és most elmondhatni, hogy a Debreceni Egyetemmel való kapcsolatunk is kellőképpen jó. Nyár folyamán kaptam egy megyei szociális díjat, ami hát nagyon megható volt, és nagyon meglepődtem ezen a díjon. Nagyon jól esett, tehát ennyi év után, amióta én a szociális területen dolgozok, nekem ez volt a legmagasabb díj az életemben, és tényleg határtalan örömmel vettem át, és büszke vagyok rá, hogy ezt kaptam. Az pedig, hogy ma hívtak ide, ez is egy nagyon meglepő dolog volt, és hát az, hogy olyan mondattal hívtak föl, hogy a város büszke azokra, akik díjazottak voltak ebbe az évben is, hát ez egy plusz öröm, hogy Szolnok városa büszke rám is többek között. Egy 1 milliárd forint értékű úgynevezett géplánc kerül jövőre a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatóságának szolnoki telephelyére. A megyei közgyűlés pénteki ülésén elhangzottak szerint a gépeket nem elsősorban itt fogják alkalmazni, mégis jó esély van arra, hogy a térség útjainak felújításában is hasznát veszik majd.
A képviselők a megye mezőgazdaságának helyzetéről is tájékoztatót hallhattak. Egyperces néma felállással kezdődött a megyei közgyűlés mai ülése. Ezzel a gesztussal adóztak a 48 éves korában elhunyt Szecsei Attila emléke előtt, aki 2010 és 2014 között volt képviselő a testületben. A munkaterv szerinti ülés első napi rendi pontja Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról szólt. A Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója elmondta, idén 50 kilométernyi út újult meg a megyében, ami a tavalyi teljesítményt is meghaladja. Kovács Péter kitért arra, hogy bár a NIF fennhatósága alá tartozik, kiírták a közbeszerzést a 32-es, a 34-es, valamint a 45-ös út tervezésére. A 2025-26-ban megvalósuló beruházások a kapcsolódó mellékutakat és kerékpárutakat is érintik. A közgyűlés elé került jelentés kitér az M4-es út folytatására is, mely a Török-Szent Miklós-Kisújszállás közötti szakaszt érinti. A közút megyei igazgatója bejelentette továbbá, jövőre egy 1 milliárd forint értékű géplánc kerül a társaság telephelyére. A tervek szerint ez egy aszfaltterítőgépet jelent, 2 darab úthengert, 2 darab nyergesfontatót, 2 darab félpótkocsit és távlatban egy 1000-es marót, valamint egy bitumenszóró adaptert is. Meg kell említsem, hogy ez nem kizárólag a megyei utaknak a felújítását fogja szolgálni, budapesti irányítással fog ez a géplánc működni, Jász-Nagykun-Szolnok megyei telephellyel, de mindenképpen azt gondolom, hogy ebből a egyébként kollégáimra is rám rót több feladat mellett haszonnal is fogunk zárni, hiszen a gépnek az itteni telephelye nyilván a források rendelkezésre állása esetén azt gondolom, hogy segítheti az úthálózatnak a további felújítását is. A közgyűlésen a megye mezőgazdaságának helyzetéről is beszámoló hangzott el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a települési piacok erősítését szorgalmazta. Hiszen a covidos helyzetben is bevizsgálódott az, hogy a piac az egy nagyon fontos tényező, nagyon fontos lehetőség a közellátásra. Egyúttal a ott megjelenő eladó gazdatársaim, illetve a vevők, annak a komoly megbeszéléseknek a szintere, ahol tudnak véleményt cserélni, közelebb kerülnek egymáshoz a termelők, a fogyasztók, és ilyen szempontból ez egy nagyon értékes, hosszú távú dolog tud lenni. A másik kérdéscsoport az, ami a oktatással, a fejlesztéssel kapcsolatos. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának minden agrár középiskolával van együttműködési megállapodása, valamint a Karcagi Talajművelési Kutatóintézettel. Ennek az a célja, hogy a fiatalokat kellőképpen felkészítsük a munkafolyamatokra, megismerjék a szakmát, a legújabb törekvéseket, az újításokat, az innovációkat, és megfelelően helyt tudjanak állni a gazdálkodásba. A gazdatársadalom apraja nagyja minden szempontból felkészült kell, hogy legyen, hiszen a saját nemzetünkben is, Európában, a világon is olyan fejlődés kihívások vannak, amelyeknek meg kell, hogy feleljünk. Ez a megfelelés, ez oktatás szempontjából nem csak a középiskolát jelenti, hanem a főiskolai egyetemi képzést is. Úgy gondolom, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyébe mindenképpen indokolt, magasabb szintű, magasabb színvonalú oktatást meghonosítani, fejleszteni, és a gazdatársadalom lehetőségét bővíteni ezáltal is. Úgy gondoljuk, hogy a kamara részéről mi meg tudjuk azt tenni, hogy megfelelő gyakorlati képzésre lehetőséget biztosítunk, valamint a tudományos életbe, most már ugye a Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek, a Élettudományi Egyetemnek a közreműködésével be tudjuk hozni azokat az újításokat, azokat a lehetőségeket, amelyekkel a gazdálkodásunk színvonalát tudjuk növelni. A harmadik kérdéscsoport tulajdonképpen a gazdaságfejlesztésben a megújuló természeti erőforrások szolgálatba állítása, ezen belül az öntözés lehetőségének a kihasználása. Tudjuk azt, hogy a Tisza folyó vízhozama lehetővé teszi olyan víztestek öntözésbe vonását, amelyekkel lehetővé válik akár egy 80-100 ezer hektár öntözése is, és ehhez mindenképpen szeretnénk felkészülni a továbbiakban, és kihasználni azokat a lehetőségeket, azokat a technológiai fejlesztési lehetőséget, amelyeket
kikényszerít belőlünk a élet. Az látható valamennyiünk számára, hogy két fontos éghajlati tényező hat. Van egy téli évszak, ahol a csapadék lejön, és van a nyári évszak, ahol az aszály megjelenik. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy a nyári évszakban az igényes kultúrákat, amelyek tulajdonképpen a agráriumban egy jelentős árbevételt jelentenek, versenyképességünket megtartják, fokozzák, és az élhetőséget biztosítják, mindenképpen szükséges az öntözésfejlesztés megvalósítása. A megyében nagy hagyományai vannak ennek a munkafolyamatnak, és úgy gondolom, hogy ha ennek a fejlesztését előtérbe helyezzük, mint hogy már komoly együttműködési megállapodásunk is van, ilyen szempontból indokolt az, hogy ezt a fejlesztést a lehetőséghez képest mindenképpen kihasználjuk, és ez a megújuló természeti erőforrás a nemzetgazdaság ezenbeli Jászmegkun Szolnok megyébe lehetőséget biztosítson a fejlődésre, és annak az elemeit megfelelőképpen tudjuk a gazdálkodásba elhelyezni. A gazdálkodás során új helyzetek adódnak. Tudjuk azt, hogy az energiaválság bizonyos mértékig, miután az agrárium egyik legnagyobb energiafogyasztó ágazat, ezért kihívások vannak az agrárium részére, de az alkalmazkodás, a tudomány lehetőségei mindenképpen azt indokolják, hogy mi ezeket a termelésbe hasznosítsuk, a termelésbe ráirányítsuk a figyelmet, és kihasználjuk azokat a tudományos lehetőséget, amelyek biztosítják, hogy versenyképes, fenntartható módon tudjuk a gazdálkodás menetét biztosítani. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Hírek Pluszban. Friss információkkal a hétvége és a nap történéseivel 19 órától az Aktuálisban várjuk ismét önöket. Tartsanak velünk, szép napot, viszontlátásra!